speciális felszereltségű 0 kilométeres rendőrautók érkeztek szolgálatra Szabolcs megyébe. A rendőrség munkájába a gyors reagálás, a szolgálati feladatok biztonságos ellátása alapvető követelmény, amelyek teljesítése elképzelhetetlen az elhasznált, magas futó teljesítményű gépjárművek folyamatos amortizációs cseréje nélkül. A megyei rendőrfőkapitányság, a Szabolcs-Szatmár-Velemi rendőrfőkapitányság kapott 80 darab megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjárművet, amelyik egy nagyon fontos és egy nagyon alapos frissítést ad a gépjármű parkunknak. Ahogy szoktuk fogalmazni, a csíkos kocsiknak mindegy egy harmada kerül úgymond amortizációs cserében átforgatásra, és én örömmel tudtam átadni munkatársaimnak ezt a gépjármű parkot. Nagyon modern kocsik vannak benne, Audi, Volkswagen, Suzuki és más típusok, amelyek jól fogják szolgálni a munkatársaimnak a feladatellátását, és hát elsősorban a megye lakosságát. Ezek a gépjárművek alapvetően közterületi szolgálatot látnak el, hiszen egyenruhás kollégák vezetik. Ezeknek a kocsiknak a szolgálatba állításával a rendőrségi gépjármű park jelentősen megfiatalodott. A rendőrségi fejlesztések tekintetében ez az első lépcső, amelyről Magyarország kormánya döntött, hogy az elhasználódott gépjárműveket lecserélik. Ez a 80 kocsi biztosítja azt, hogy az átlag életkor a korábbi 7 évről, ami egy szolgálati gépjárműnál fennállt, a megkülönböztető jelzésnél alig 2 évre csökkent. Sokkal modernebbek. Ezekben a felszerelések már biztonságosan elhelyeztetők, úgy vannak kialakítva. Összkerék meghajtással több típus belőlük. Téli-nyári gumival szerelték fel. Megfelelő szerviz háttérrel hozzá rendelkezésre 5 éven keresztül, vagy 200 km futás teljesítményig. Olyan fényhidak vannak rajta, amelyek alkalmasak az állampolgárokat tájékoztatni egy-egy baleset helyszínén, írásos szöveget kivetítve. Szóval ez a kor címlának megfelelő, nyugodtan mondhatom is a munkatársaimnak, balesetmentes vezetést és kevés munkát kértem hozzá. A rendőrgépjárművek amortizációs cseréje folyamatos az országban. 2018-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is várható újabb szolgálati járművek érkezése.